Április 23-án Hajdúszoboszlóváros önkormányzata egy év kihagyás után második alkalommal rendezi meg a városbálját a Hotel Barátságban. A program jótékonysági célt szolgál. A jegyek és támogatójegyek megvásárlásával támogathatják a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda két tagovodáját, ahol a tervek szerint egy-egy csoportszobát speciális fejlesztő szobává szeretnének átalakítani. Városunk önkormányzata elkötelezett abban, hogy a város lakóinak olyan programokat szervezzen, amelyek elősegítik a társadalmi kapcsolatok és értékek erősödését, valamint hozzájárulnak a közösség sikeréhez és fejlődéséhez. Ezt a célt szolgálja a Hajdúszoboszló város második jótékonysági bálya is. Április 23-án rendezzük meg a város második jótékonysági bálját. A jótékony cél elsősorban a gyermekek, a kiskorú gyermekek, óvodáskorú gyermekek fejlesztése, egy sószoba és fejlesztő eszközök megvásárlására szeretnénk fordítani a bál bevételét. A báli program összetétele is azt gondolom, hogy igen színes, a Tordai zenekar fogja köszönteni a közönséget, majd a Valcer Tánstúdió fellépését is, Radics Gigi koncertjét is megtekinthetik a résztvevők, és este pedig Len Ábrányi Miki diszkója fogja igazán felpesdíteni a hangulatot. Nagyon gazdag étel és italválasztékkal készülünk, a Hotel Barátság ad mindennek otthont, úgyhogy nagyon boldogan és örömmel várjuk ezt a bált, hiszen a tavalyi évben nem tudtuk ezt megtartani, és szeretettel várunk mindenkit. Jöjjön el, vegyen részt ezen a közös ünneplésen. A zenei és táncos programok mellett Hajdúszoboszló város bájának egyik üde színfoltja idén is a jótékonysági árverés lesz, melyen helyi alkotók munkáit lehet majd megvásárolni. A bál jótékonysági célt szolgál. Hajdúszoboszló város önkormányzata elkötelezett az óvodáskorú gyermekek fejlődését biztosító feltételek megteremtésében is. Erről szól a Hajdúszoboszló város jótékonysági bája. A felajánlások ebben az esetben a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda két tagovodájában, a Mesevár óvodában és a Liget óvodában egy-egy csoportszobát speciális fejlesztő szobává alakítása a cél, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása így lenne biztosított. A még hatékonyabb és színvonalasabb fejlesztő munka érdekében szeretnénk speciális fejlesztő szobákat, sókamrákat kialakítani, ehhez olyan játékokra fejlesztő terápiás eszközökre van szükség, amelyek elősegítik a gyermekek önmagukhoz képest történő fejlődését. Ugye a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása nagyon fontos és nagyon speciális körülményeket, feltételeket igényelnek. A város történetében ennek a bálnak nincs még nagy hagyománya. Ez lesz a második városi bál, de már az első alkalommal is bebizonyosodott, hogy a hajdúszoboszlói lakosok is szívesen részt vesznek egy ilyen rendezvényen. Akkor több mint 200-an voltunk, most szeretnénk, ha legalább ennyien eljönnének. Mindenkit szeretettel várunk, tehát bárki, aki itt él Hajdúszoboszlón, vagy vannak rokonai kapcsolatai a környező településekről, nyitott az ajtó, nyitott a hotel, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.